Újraindult a földárverés, változatlan szabályok mellett 1200 hektárt hirdettek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, több mint 900 millió forintos induló áron. 2,1 milliárdos költségvetés, ennyiből gazdálkodik 2016-ban Újfehértó, a város uniós fejlesztésekre is pályázik idén. Változnak az előírások, jobb minőségű kenyerek és pékáruk készülhetnek. Nagy volt az érdeklődés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei földek iránt a tavalyi földárveréseken. A meghirdetett birtokok több mint 80%-a gazdára talált novemberben és decemberben. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nem csak az érdeklődés, a bevétel is jelentős volt. A kikiáltási ár másfélszeresét fizették ki a licitálók a területekért. Ma újraindult a földárverés. Változatlan szabályok mellett 1200 hektárt hirdettek meg, több mint 900 millió forintos induló áron. Kikiáltási ára 112 millió. Tavaly november 16-án kezdődtek a földárverések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ősszel 176 földrészletet hirdettek meg, amiből 151 el is kelt. Ez azt jelenti, hogy több mint 80%-a a birtokoknak gazdára talált. A kikiáltási ár másfélszerese folyt be az értékesítésekből. Ez azt jelenti, hogy 2 milliárd 300 millió, több mint 2 milliárd 300 millió forint értékben kerültek meghirdetésre a földek, és több mint 3 milliárd 500 millió forint értékben találtak gazdára ezek a birtokok. A földárverés szigorú szabályairól beszélt tavaly novemberben, 35 perc című műsorunkban a megyei kormány megbízott. Kozma Péter azt mondta, kedvezményes hitelt kaphatnak a vásárlók, de cserébe 20 évig nem adhatják el a megszerzett birtokokat. Nagyon fontos, hogy 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom lesz a magyar állam javára bejegyezve, és visszavásárlási jog. A másik igen fontos kritérium, hogy ennek az induló licitnek a 10%-át, azt a szándék komolyságát megjelölendő, azt majd be kell fizetni az illetékes banknál, az erről szóló igazolást azt hozni kell majd a regisztrációhoz. Március 1-én újraindult a földárverés. Most egyrészt a tavalyról megmaradt területeket, másrészt új birtokokat hirdetnek meg. Licitálni változatlan szabályok mellett lehet. Földművesnek minősülő természetes személyek vehetnek részt, természetesen a megfelelő jogszabályban közölt okiratokat kell csatolni, illetőleg a regisztrációs díjat be kell fizetni, továbbá át kell utalni az árverési vételát 10%-át árverési biztosítékként. Idén 84 földrészlet kerül meghirdetésre, több mint 1200 hektárról beszélünk, és több mint 900 millió forint kikiáltási áron. A meghirdetett földekről a Nemzeti Földalap honlapján lehet részletes információkat találni. Többek között Kemecse, Tiszavasvári és Újfehértó környéki földekre lehet a március 30-áig tartó árveréseken licitálni. Mintegy 2,1 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik 2016-ban Újfehértó. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működtetésére elég ez az összeg. Saját erőből fejlesztéseket nem tervezett a város, tájékoztatta televíziónkat a település polgármestere. Nagy Sándor kiemelte, uniós fejlesztési forrásra Újfehértó is pályázik. Többek között a belterületi csapadékvíz elvezetését szeretnék megoldani a gyakori belvíz miatt, és a belterületi utak korszerűsítését is tervezik. Az idén április végére adhatják át az Újfehértót Nagykállóval összekötő út első, mintegy 6,3 kilométeres szakaszát. Állami forrásból 825 millió forintot fordítanak erre az útszakaszra. Újfehértón több belterületi út korszerűsítését is tervezik pályázati forrásból, valamint a csapadékvíz elvezetése is régóta megoldatlan probléma. Az előző uniós ciklusban egyébként városrehabilitációra, kerékpárútra, szennyvízhálózat kiépítésére és intézmények összesen 6 milliárd forint pályázati forrást használtak fel. A jövőben a helyi termelőket segítenék több beruházással. Ez egy új piascsarnoknak a létesítését jelenteni, ez egy olyan 600 millió forint körüli nagyságrendet képvisel, illetve
miután nagyon sokan és egyre többen foglalkoznak zöldséggyümölcs termesztéssel, és nem mindenki teheti meg magának, hogy önálló hűtőházzal rendelkezzen, azt tervezzük, hogy egy 10-12 kamrás olyan hűtőt építenénk, amely különböző méretűek a hűtőkamrák benne, és ezt bérbe adnánk rendszeresen azoknak, akik ezt igénybe kívánják venni, és nem kellene, hogy közvetlen a földről vagy a fa alól adják el a megtermelt áruikat. A város tavaly átvette a helyi úszoda és sportközpont működtetését, erre a célra 99 milliós hitelt vett fel, a település idei költségvetését ez az összeg terheli. A költségvetési egyensúlyt csak kiegészítő támogatással tudta megteremteni. Nem tudtuk a költségvetési egyensúlyt megteremteni csak úgy, hogy egy egyszeri központi támogatást terveztünk be egy 345 millió forintos nagyságrendben. Nyilván ez, amíg ebben nincs döntés, hogy megkapja az önkormányzat, egy nagyon jelentős kiadás zárulásra is sor került a költségvetés egy elfogadásával egy időben. Ez azt jelenti, hogy városi szinten az összdologi kiadás 18%-a le van mindaddig zárulva, amíg ebben az egyedi támogatásban nem születik döntés. 191 millió forint helyi adóbevételt tervez a város 2016-ban, ebből 85 millió forintot a helyi szociális támogatásokra fordít. Tavaly 3700 gyerek számára nyújtottak rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, több mint 1165 év feletti lakhatását is segítették. Az idén a települési támogatások közé bekerült a gyógyszertámogatás is. Sok a rászoruló, mondta a polgármester. Jobb minőségű kenyerek és pékáruk készülhetnek, változnak ugyanis a magyar élelmiszerkönyv előírásai. Nem csak a jelenleg szabályozott termékkörök összetételét pontosítja a leírás, hanem például meghatározza a rozskenyér kötelező rozsliszt tartalmát, vagy a keverékkenyerek elkészítési módját is. Az élelmiszerkönyv tervezett módosítása biztosítja, hogy a széles választékban jó minőségű péktermékek kerüljenek a kereskedelembe. Egy évben átlag 73 kg kenyeret fogyaszt egy felnőtt magyar. Az emberiség legősibb tápláléka töretlen népszerűségnek örvend hazánkban, sőt az utóbbi években egyre nagyobb a választék a pékáruk között is. Sokan vásárolnak rozsos, több magvas vagy gluténmentes kenyeret, és keresik az egészen újfajta termékeket is, ilyen például ez a chia magos kenyér. Omega 3-at és omega 6-ot tartalmaz nagy mennyiségben, ami a koleszterin szint beállításában játszik nagy szerepet. A vércukorszint csökkentő, súlykontroll, antioxidáns hatású, tehát nagyon sok jó tulajdonságát tudom felsorolni. Jobb minőségű kenyerek és péksütemények kerülhetnek a boltok polcaira az új szabályozásnak köszönhetően. A sütőiparban örülnek a változásnak, tisztulhat a piac. Nagyon sok terméket, jó magam is találkozom, majd nem feleltnek az előírásoknak. Ez a fogyasztók érdeke is tulajdonképpen, hiszen nagyon sok fülhanyagot használunk a kenyerek péksütemény gyártásánál, és hogy ez biztosan azok legyenek azok az összetételek, ezeket nagyon fontos, hogy a szabvány alapján betartsa mindenki, és azt hiszem a piac tisztulását, illetve a fogyasztók érdekében ez egy nagy előrelépés. Tény, hogy az élelmiszer ellenőrzések során kevés kifogásolható sütőipari terméket találnak, de ez részben amiatt volt így, mert nem minden termék esett szigorú szabályozás alá. Azzal, hogy a buzalisztből készült termékek mellett más gabonás kenyerekre is vonatkozik majd az élelmiszerkönyvi előírás, például nem lehet majd malátával színezett kenyeret rozsos kenyérként eladni. A rozs tartalmat emelniük kell. Tehát gyakorlatilag a rozs kenyereknél 40%-ról 60%-ra, a rozsos kenyereknél 15%-ról 30%-ra fog emelkedni a rozs tartalom, illetve hát a fehér kenyereknél is a hozzáadott adalékanyagoknak a mennyisége az maximum 1% lehet. Tehát a trükközésre kevesebb lehetőségük lesz. Az előírás, amelyet idén nyáron az Európai Unió is jóváhagy, jobb minőségű pékárut garantál. Évről évre nő a játékosok száma, így már 6. éve folyamatosan árbevételi rekordot dönt a szerencsejáték szervező. A cég tájékoztatása szerint a tavalyi árbevétele meghaladta 350 milliárd forintot. Az általunk megkérdezett addiktológus elmondta, játékszenvedéllyel és szerencsejáték függőséggel a népesség 1-3%-a érintett.
A szerencsejátékban elért rekordbevétel részben annak köszönhető, hogy befejeződött az értékesítési rendszer átalakítása, ami nem csak technikai korszerűsítéseket, de új játék lehetőségeket is hozott a szerencsét próbálók számára. Ezt Jánoska Andrea, a Szerencsejáték ZRT kommunikációs osztályvezetője mondta el televíziónknak. Ezek mellett a megújult és kibővült sportfogadási kínálat, az élő sportfogadás lehetősége, valamint a nemzetközi szervezésű Eurojackpot Lotto hozott még több érdeklődőt a tavalyi évben. Az elmúlt évekhez hasonlóan újabb árbevételi csúcsot értünk el, ezzel együtt minden korábbinál több nyereményt is fizettünk ki a játékosainknak. Várhatóan éves eredmény céljainkat is sikerült jelentősen túlteljesíteni. Ez azt is jelenti, hogy a szerencsejáték árbevétel tavalyi évben meghaladta 350 milliárd forintot. Ezen belül jól teljesített a több éve folyamatosan bővülő sportfogadás, a Tipmix Pro Totó Goltotó, de nem lankadt az érdeklődés a hagyományosnak mondható számsors játékok iránt sem, és egyre népszerűbbek a kaparos sorsjegyeink is. Jánoska Andrea elmondta, fokozott figyelmet fordítanak a játékfüggőségben szenvedőkre, az értékesítési helyeken információs kiadványok, valamint egy segélyvonal is elérhető a szenvedélybetegek számára. A függőségről és a kialakulásának okairól a 35 perc című közéleti műsorunkban Levicki Márta beszélgetett dr. Móri E. Csaba addiktológussal. Ha a játék szenvedélyeket tekintjük, akkor azt mondjuk, hogy kb. 1-3% maga az, aki ebbe szenved. De nyilván a populáció nem csak ennyi érinti, hiszen nekik vannak gyerekeik, feleségek, család. És ez egy nagyobb közeg. Valahol az addikció az a boldogságra törekvésnek a patológiás megnyilvánulása. Boldog szeretne lenni, csak nem sikerül, nem tud. Nem tudja azokat a pontokat, ugye ha egy közös pontot nézünk, az endorfin, az a hormon, ami a boldogság hormon. Az annyi mindennel el lehet érni egyébként, csak az ilyen típusú játék szenvedélyesnek, hogyha megnézzük a spektrumát, az életének a szokásrendszerét, akkor gyakorlatilag, ha egy élettérképet készítünk, akkor nagyon gyakran kiderül, hogy a szokásai azok rendkívül beszűkültek, és ezért csak egy-egy öröm adó szokás van, és arra tesz föl mindent, csak az már nem ad örömöt. Az addiktológus hozzátette, a függőség leküzdésében sokat tud segíteni a család, és az, ha a beteg megfogható célokat talál az életében. Március 1-én lejárt a kilakoltatási moratórium. Mától nem védi a jogszabály azokat az adósokat, akik ellen tartozások miatt végrehajtási eljárás indult, vagy már el is árverezték az ingatlanukat. Bár a korábbi hírek arról szóltak, hogy tízezrek kerülhetnek az utcára, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke szerint az idén várható kilakoltatások száma nem éri majd el az ezret. Hamarosan egy lakásszínházi monodrámáról szólunk a híradóban, előtte nézzük a további témákat. Döntetlent játszotta a listavezető Gyirmót otthonában a Kisvárda Master Good. A labdarúgó MB2 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen nem született gól, így a várdaiak második tavaszi idegenbeli meccsükön is egy ponttal gazdagodtak. Egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a legutóbbi két meccsét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokságban Farkasinszky Gyuláni együttese Szegeden 77-74-re kikapott a hazaiaktól, majd Kecskemétről 85-75-ös sikerrel távozott az NKS. Lakáskoncerteket már szerveznek a Szabolcsi megyeszékhelyen is, azonban lakásszínház legközelebb csak Debrecenben érhető el. Hegedűs D. Géza, a Végszínház művésze ott lépett fel hétfőn este. Az ibrányi születésű Kossuth-díjas színész Camus a Pestis című monodrámáját adta elő Dömötör András rendezésében. Csellón a darab zeneszerzője Márkos Albert közreműködött. A Nobel-díjas Albert Camus a világ szinte valamennyi nyelvén megjelent regényének monodráma változatában egyetlen színész tucatnyi alak sorsát játssza el a Pestis sújtotta orámból. A több mint 400 előadást megélt párizsi bemutató után a darab magyar változatát Hegedűs D. Géza adja elő. A regény a fasizmus anatómiája, a Nobel-díjas francia író egyik alapműve. A monodráma premierje 2011. novemberében volt a Vígszínház házi színpadán. Budapest mellett az ország számos színpadán láthatták már a nézők, Veszprémben bérletes előadásként játszották, de elvitték Brüsszelbe és Kolozsvárra, valamint a pozsonyi Asztorka Fesztiválra is. A 67. hétfői előadást pedig Debrecenbe.
budapesti közönség is preferálja, teltház előtt játsszuk. Mindig egy nagy lelki felüdülés, hatalmas energiát és szellemi koncentrációt igényel, de rendkívül örömteli és jó, hogy elmondhatom ezt a történetet. A hétfői előadásnak Debrecen első lakásszínháza adott helyet, ahová december eleje óta várják a színházi csemegékre vágyókat. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta színházat, tehát egy teljesen más millió, egy teljesen más hangulat uralkodik, és ugye adott volt számunkra ez a tér, mert a színtanoda működik itt, kis színpaddal a végén, és gondoltuk, hogy próbáljuk meg, hát ha mást is érdekel. És ugye a vállalkozásunkat felülmúlta, mert tényleg nagyon érdekli az embereket. Az Ibrányi származására mindig büszke Hegedűs D. Géza jelenleg Szász János Sóhajok hídja című produkciójában forgat. Filmbeli karaktere miatt növesztett kackiás bajuszt és vált meg szőke hajától. Filmes munkája mellett számos darabban játszik, tanít a Színművészeti Egyetemen és újabb monodráma premierre készül. Április elején a Márai Sándor műveiből összeállított Hallgatni akartam című előadásban is színpadra lép majd a Víg Színház deszkáin. Döntetlent játszott a listavezető Gyirmót otthonában a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó MB2 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen nem született gól, így a várdaiak második tavaszi idegenbeli meccsükön is egy ponttal gazdagodtak. A bajnoki cím első számú esélyesének a forduló előtt a tabellát 6 pontos előnnyel vezető Gyirmótnak az otthonában lépett pályára, a második tavaszi fordulóban a Kisvárda Mastergood. Sós Imre vezetőedzőnek és több várdai játékosnak is van gyirmóti kötődése, így plusz motivációjuk is volt a vendégeknek. A mérkőzésen a hazaiak kapuja forgott többször veszélyben, mivel azonban gól egyik oldalon sem született, mindkét csapat egy-egy ponttal gazdagodott. Ez a mérkőzés kísértetiesen hasonlított az őszi kisvárdai mérkőzéshez. Ugye annyi volt a különbség, hogy ott sajnos a 88. percben gólt kaptunk, most nem. Ugyanúgy megvoltak a helyzeteink, mint akkor ősszel idehaza. Sajnos a gól hiányzott a játékunkból, az volt az évetűn a pont, ami most lemaradt, és így csak egy pontot tudtunk hozni. A forduló további eredményei: Szeges-Siófok 1-2, Dunaújváros-Vác 0-2, Sziget-Szentmiklós-Sopron 0-0, Soroksár-Csákvár 1-1, Mezőkövesd-Balmazújváros 1-0, Ajka-Szolnok 0-0 és Budaörs-Zalaegerszeg 1-5. A Kisvárda Mastergood szombaton idegenben a tavaszt két vereséggel kezdő Szeged ellen lép pályára. Láttam a Szegedet élőben Gyirmóton játszani. Ott azt mondom, hogy azért domináltak, illetve agresszíven léptek fel. A mostani mérkőzést még nem tudtuk megnézni, de mindenféleképpen egy erős csapat otthonába megyünk nekünk. Szerintem ott a legnagyobb ellenfelünk a pálya lesz. A képességekben biztos, hogy jobb állapotban van a csapat, mint a Szeged, illetve jobb játékosok alkotják a mi keretünket, de ugyanazzal az alázattal kell futballoznunk, ahogy eddig tettük, és akkor azt a mérkőzést viszont már meg lehetne nyernünk. Az NB2 tabellájának élén a Gyirmót áll 37 ponttal, megelőzve a 33 pontos Zalaegerszeget és a 29 pontos Budaörsöt. A Kisvárda Mastergood 24 ponttal a 6. helyen várja a folytatást. Egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a legutóbbi két meccsét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokságban Farkasinszky Gyuláni együttese Szegeden 77-74-re kikapott a hazaiaktól, majd Kecskemétről 85-75-ös sikerrel távozott az NKS. Két meccset is játszottak az elmúlt hét második felében a nyíregyházi női kosarasok. Csütörtökön a 13. fordulóban elmaradt szegedi mérkőzését pótolta az NKS. Bár a vendégek kezdték jobban a találkozót, a nagyszünetben már a hazaiak vezettek 3 ponttal. A folytatás is szoros volt, végül 77-74-re nyertek a tiszapartiak. Farkasinszky Gyuláni edző elmondta, mi hiányzott ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Egyetemben az összhang, a csapatmunka, nem tudtunk egymásért küzdeni. Nem volt meg az, ami ugye a nemzetvédelmi ellen megvolt, hogy mindenki pontot tudott dobni, mindenki ugyanazzal lendülettel, elánnal küzdött és hajtott. Itt ugye megint átmentünk két személyes csapatta, tehát itt a Dia és az Orsin kívül ugye 2-4 pontokat sikerült a többieknek dobni, és az volt a fájó ebbe az egészbe, hogy teljesen mindegy, hogy mit támadtunk, mit védtünk, a csapat az semmilyen szinten nem akart összeállni, olyan elemi hibákat védettünk, amit úgy gondolom a gyerekkorosztályban régen szabad, tehát 100%-os ígyszereket úgy hagytunk ki, hogy közben még lépéshibákat is védettünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a nem odafigyelés, a nem koncentráció volt ez a mérkőzés.
Vasárnap Kecskeméten egy régi új játékossal, Kis Gabriellával a soraiban lépett pályára az NKS. A vendégek az első háromnegyedben 23 pontos előnyt szereztek, és bár a záró 10 perc a hazaiak élet, 85-75-ös nyíregyházi sikerrel zárult a mérkőzés. Azok a játékosok, akik eddig az nem nagyon vállalkoztak, most azért elkezdtek dolgozni, és nagyon jól működött is ez kb. 3-4-en keresztül, aztán ugyanúgy kicsikét beleolultunk, belefásultunk a mérkőzésbe, elhittük, hogy ez a 20 pont különbség ez már bőven elég ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, és a negyedben azért kicsikét megizzadtunk, mert ott azért voltak olyan szituációk, amikor percenként keresztül nem tudunk pontot dobni, de jöttek ugye a rutin játékosaink, és ugye azokban a szituációkban azokat a helyzeteket, amiket kellettek, bedobtak, és így hál' Istennek sikerült ezt a mérkőzést is megnyerni. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 12 győzelme mellett három vereséget szenvedő nyíregyházi kosársulit, amely vasárnap Szolnokon lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nagy volt az érdeklődés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei földek iránt a tavalyi földárveréseken. A meghirdetett birtokok több mint 80%-a gazdára talált novemberben és decemberben. A kikiáltási ár másfélszeresét fizették ki a licitálók a területekért. Változatlan szabályok mellett 1200 hektárt hirdettek meg több mint 900 millió forintos indulóáron a ma újraindult liciten. Mintegy 2,1 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik 2016-ban Újfehértó. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működtetésére elég ez az összeg. Saját erőből fejlesztéseket nem tervezett a város, tájékoztatta televíziónkat a település polgármestere. Nagy Sándor kiemelte, uniós fejlesztési forrásból többek között a belterületi csapadékvíz elvezetését szeretnék megoldani. Jobb minőségű kenyerek és pékáruk készülhetnek, változnak ugyanis a magyar élelmiszerkönyv előírásai. Nem csak a jelenleg is szabályozott termékkörök összetételét pontosítja a leírás, hanem például meghatározza a rozskenyér kötelező rozsliszt tartalmát, vagy a keverék kenyerek elkészítési módját is. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap átmenetileg megszűnik a csapadék. A csapadékos időt okozó mediterrán ciklon elhagyja térségünket, mögötte átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk, de szerda napközben már egy meleg front okoz felhűsödést. Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső, havas eső, havazás egyaránt várható. A nyugati szél megélénkül időnként megerősödik, reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben csak rövid időre szakadozik fel a felhőzet, kisebb eső eleinte még előfordulhat, a nyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban folytatódik a szeszélyes, de továbbra is enyhe tavaszi idő, gyakran követik majd egymást az időjárási frontok, emiatt a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, és az ország nagy részén várható újabb, kiadósabb eső, de helyenként havas eső, a hegyekben hó is hullhat. Éjszaka többfelé fagypont közelébe csökken a hőmérséklet, de napközben 10 fok közeli csúcshőmérséklet valószínű. Ma van a meteorológiai tavasz első napja.